Csodálatos, elvileg minden működik. Sziasztok, ez a Hacker Suli 2018 márciusi kiadása. Vendég előadónk lesz, Dénet személyében, akinek rengeteg handle-ja van, néhányat ki is írta erre a kis slideshow-ra. Viszont például átadnám Dénetnek a stafétát, illetve ezt a kis bluetooth-os kütyüt a fülemből. Mondanék néhány szót arról, hogy indítunk itt a Hacker Suli keretében egy kicsit más jellegű irányba, mint amit eddig csináltunk. Tehát ugye akkor, amikor valahol elkezdtük ezt a történetet, hát most már talán másfél éve is megvan ennek, akkor azt akartuk, hogy legyen egy olyan közeg, vagy egy olyan meetup sorozat, ahol különféle IT-biztonsági témákban, szakmai témákban lehet magyarul művelődni és kapcsolatokat képíteni, meg networkingelni, azt hiszem ezt magyarul szépen így mondják. És volt egy másik irányvonala is ennek az egésznek a fejünkben, aminek nagyjából egészül most kezd körvonalazódni, hogy mit is jelent. Ez pedig az volt, hogy legyenek olyan kisebb-nagyobb csapatok, akik kutatnak vagy researcholnak különféle dolgokat együtt, és mondjuk azért eddig is történtek már ilyen jellegű apró egymásra találások, de összességében ilyen szervezett kereteket mi nem nagyon adtunk ennek az egésznek. Most miről beszélek? Indítunk, hát most az elkövetkező 2-3 hét valamelyikében, ugyanúgy meetupos, Facebookos oldalon fogtok találni egy olyan kiírást, ami egy teljesen új kutatási irányt fog elindítani, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, gyakorlatilag elkezdünk gyúrni egy hógolyót, és meglátjuk, hogy hova fog kifutni. Ez gyakorlatilag azt a címet fogja kapni, hogy Social Engineering Masterclass, ami a nevéből is jön, Social Engineering-el fogunk foglalkozni, csak kicsit máshogy, mint ahogy azt a szakirodalomban szokták tanítani. Tehát van ennek már egy ilyen eléggé jól bekövőd, bevett módja, hogy hogyan szokták ezt felépíteni. Most mi ezt kicsit máshogy fogjuk csinálni. És ennek a kutatásnak, vagy ennek a researchnek, vagy együtt dolgozásnak, akit érdekel, meg fogjuk hirdetni hasonló meetupos keretekben, meg fogjátok kapni, hogy mikor, meg hol. És ott gyakorlatilag meg fogunk beszélni mindent, ami ezzel kapcsolatos. Na most, hogy miért érdemes, kicsit reklámozom ezt az egészet, hogy miért érdemes beleszállni ebbe az egészbe. Egyrészt az, hogy van egy elég jó munkakapcsolatunk, egy Fontanus nevű tudományos módszertani kutatóintézettel, és felajánlották a segítségét, illetve hát megbeszéltük, hogy segítenek nekünk ebben a kutatásban. És az a szép az egészben, hogy ez gyakorlatilag most tavasszal fog elindulni, tehát most ilyen április, május, június környékén fog történni maga a munka, és az egészből a végeredmény az egy, gyanítom, valamilyen cikkes, előadásos formátumú történet lesz, könyvet azt nem hiszem, hogy fogunk írni ennyiből, bár ez se lehetetlen. És van egyrészt a Fontanusnak egy saját konferenciája, ez egy saját pályázat, amire különféle pályamunkákkal lehet pályázni, ez egy pénzdíjas történet, ennek, ha jól emlékszem, akkor valamikor júniusban van a határideje, és a jó sikerült pályamunkákat van egy konferenciájuk, ahol be lehet mutatni. Plusz még azért az a nem nagyon árulok el nagy titkot, hogy a Hacker Suli-nak a előadói, szervezői, illetve mecénásai között azért a nagy magyar IT-biztonsági konferenciák programbizottsága elég vastagon képviselteti magát. Tehát ez azt jelenti, hogy ha olyan dolgot rakunk össze, akkor ezből simán lehet activities vagy b-sites-os előadás is. Tehát nyilván ugye most, hogyha a idő dolgokat nézzük, akkor a activity ez egy lehetséges célpont őszre, vagy akár jövő tavaszra, hogyha akkor éppen tavasszal lesz, mondom, a következő b-site is. Tehát, hogy szerintem mindenképpen érdemes ezzel ebbe beszállni, tehát most egy olyan lehetőség, hogy gyakorlatilag mindenféle előképzettség, meg tapasztalat, meg mindenféle, azt mondom, hogy előzetes tudás nélkül be lehet ugrani egy ilyenbe. És amúgy, hogyha ezt így összehozzuk, és tényleg így faszára megcsináljuk, akkor az nagyon-nagyon jól fog mutatni mindenkinek az önéletrajzában, mind a mellett, hogy lehet jönni activity-re előadni, meg b-sites-ra. Na jó, ennyi. A többit azt majd meg fogjátok tudni, majd felírom Facebook csoportunkra is, plusz a nyitó előadásról, hogy pontosan hol, mert mikor lesz, azt tudjuk, hogy meetupként fogjuk meghirdetni. Na jó, és akkor ennyit akartam mondani előre, hogy át is adnám a mikrofont Dénetnek.
Tényleg. Köszi. Még egy fontos információ. Arduino starter kitet lehet nyerni, aki figyel, és az előadás végén lesz majd egy kis kérdés, aki a leggyorsabban és a leghangosabban mondja a legkényesebb állat, akkor ez itt szerinted jó helyen van? Ha nem esik ki a fületből. Hát figyelj, kiáltsatok, hogyha nagyon ki akar esni. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, van néhány handlerom itt a listán, és van néhány kalapom is, mert egyébként napközben pentesterként dolgozom egy saját cégnél, viszont most épp a hackerspace-t fogom képviselni, mert amiről beszélni fogok, az leginkább ahhoz áll legközelebb. Tegyél fel a kezdet, aki tudja, mi ez a hackerspace. Jó, oké, akkor még egy kicsit erről, hogy legyen kontextusa a dolognak. A hackerspace az arról szól, hogy egy közösség fenntart egy helyszínt, egy fizikai helyszínt és egy infrastruktúrát, tehát kicsit hasonlóan ahhoz, hogy ti, nem tudom, minden hónapban, tehát egy fix időrend szerint találkoztok a hackerspace, ez kicsit megfordítja 90 fokkal, hogy ott a hely fix, és azt használhatják a tagok, és ennek megfelelően a business modellje is olyan, hogy függetlenségre épül, tehát nincsenek olyan szponzorok, akik beleszólhatnának a dologba, és az infrastruktúrális költségeket is kizárólag tagdíjból fedezzük, annak érdekében, hogy az öncenzúra se léphessen föl. Szóval, ha valaki szeretne az előadásban felmerült dolgokkal foglalkozni, akkor Magyarországon erre egyelőre 2,5 hackerspace-ben nyílik lehetősége, mert Budapesten kívül van még Szegeden is, illetve a fél az, hogy Pécset is készül valami, de nagyon szívesen várunk mindenkit a Space-ben, hogyha szeretnéd csatlakozni, akár csak megnézni, hogy mit csinálunk oda lenne. A legvégén is ki fogom írni, de egyébként minden hónap második szerda estején tartunk nyílt estéket, amikor le lehet jönni, tehát a következő az április 14, azt hiszem, de ki lesz írva a végén. Szóval gyertek el a Space-be, hogyha érdekel titeket az ilyesmi. És ugye én hardware hackelésről fogok elvileg beszélni. Jéj, most ez egyet lépett, szuper. Szóval ahhoz, hogy bemutassam, hogy ez miben más a szoftveres hackeléstől, amivel valószínűleg már nagyjából tisztában vagytok, ha más nem az itteni előadások miatt, ezért megpróbálok egy szoftveres hackelésből így átcsusszani finoman. Tehát először is legyen egy olyan feladat, ami szoftveres hackereknek nem kéne egy nagy problémát okozni, nem gyakran elő szokott jönni, tehát hogy van egy ilyen videó megosztónak nevezett site, tehát kiszolgál videókat, és azt egy webböngészőben meg lehet nézni. Régebben egy flash alapon, most mondjuk mindenféle csúnya tegekkel, és én szeretnék innen letölteni videókat. És erre most vagy van kész script, tehát például YouTube-nál már van 25 weboldal, ahol írd át ezt a részt a YouTube-ban, az URL-ben, és akkor egy olyan domaint foglaltunk le, ami hasonlít rá, és letöltheted, vagy van YouTube DL-ed, vagy egyéb scripted, amivel le tudod szedni. De mi van, ha nincs ilyen? Hát, akkor jönnek az én tipikus megoldások, hogy lehallgatjuk a hálózati forgalmat, mondjuk Wireshark-kal nekiállunk megkeresni, hogy fú, itt átmegy mindenféle valami csúnya protokoll, és egyébként benne van egy ilyen, hogy get video data, és abban van egy ilyen dolog, és az az, ami mindig változik. Tehát végzünk egy analízist a hálózati forgalmon, és ez számunkra a világ legtermészetesebb dolga. Wireshark ott van, néhány disztróban alapértelmezetten telepítve, de egyébként is gyakorlatilag kevés olyan operációs rendszer van, amire nem érhető el működőképes és egyszerűen telepíthető változatban. Aztán fogjuk, összedobunk rá egy scriptet, ami az általunk megszerzett tudás, hogy hogy épül fel a hálózati protokoll, megpróbálja újra játszani a mi szabályaink szerint, ezáltal kvázi emuláljuk a böngészőt, tehát ez esetben például fogtuk, bekopipészteltük úgy, ahogy van, mert nem protokoll engineerek vagyunk, akik két hónapig ülnek ezen, hanem hackerek, akiknek ilyenkor egy scriptet összekedom, és leszarom, hogy mi az a sok byte előtte. Ha az ott van, akkor működik. Erről szól maga a hack szó is, tehát, hogy annak idején arra alkalmazták az MIT-n a hack kifejezést, aki nem a szabályok szerint játszott, hanem kipróbált, hogy mi van, hogyha túlmerészkedünk azokon a bizonyos határokon. És ez az, amiért a hacker kifejezést is érdemes egy bővebb kontextusban használni, például ugye Nyugat-Európában a kalózpártok egy tipikus példa erre, hogy csináljunk olyan pártokat, amik kifejezetten a copyright reformjával foglalkoznak. Tehát a hackelés az erről is szólhat, hogy fogom, és egyszerűen ilyen primitív módon valósítom meg a protokollt, mert így is működik. És akkor fogom, elküldöm neki, és
Lehet, hogy a választ is lehetne parszolni, úgyhogy megtanulom, hogy melyik byte mutatja meg, hogy milyen offsetem van a következő, vagy látom, hogy URL-ek vannak benne, és írok egy regexet arra, hogy keressek ki őket belőle, mert ugyanolyan tökéletesen működik, csak nem 3 napot töltöttem el a feladattal, hanem 1 percet. Tehát ebből is látszik ismét az informatika, és azon, hogy fel a hekkelés arról szól, hogy lusták vagyunk, és dolgokat megcsináltatunk a géppel, úgyhogy lehet, hogy az embernek kell kevesebbet dolgozni, mert különben gépi kódot is írhatnánk egész nap. És ha átnéztük ezt az egész folyamatot, akkor alapjában véve azt láttuk, hogy egy ilyet megvalósítani, ha most feladnánk feladatnak, mert mondjuk ilyen HR-es kedvünkbe lennénk, nem egy olyan nehéz dolog. Tehát tök gyorsan tudunk játszani azzal, hogy írunk egy kis kódot, lefuttatjuk, kipróbáljuk, és az a vicces, hogy ezt már a Commodore is tudta, hogy interpreterként működött, ezt egy picit elkezdte tőlünk eltávolítani a konzumervilág, aztán azzal, hogy gyorsak lettek a gépek és a fordítók is gyorsak, mert fordított nyelveknél is elérhető az, hogy hát nem gondolkozom rajta, inkább kipróbálom, fordítom és futtatom, és ez egy gyors folyamat. Ezt mondjuk megint kicsit távolabb viszik tőlünk az ilyen fogyasztásra tervezett tabletek meg okostelefonok, de azért még itt van a PC-k világában. És igazából nem kell rá költenünk, hogy ilyennel játszhassunk. Tehát az, hogy valaki nekiálljon játszani azzal, hogy felfedezze a technológiát, és a technológia mestere legyen, ne pedig a kiszolgáltatottja a technológiának egy fogyasztó, ehhez mindenkinek megvannak az eszközei. Tehát ott van mindenkinél egy számítógép, és az, hogy szoftvereket futtat, az nem egy költség. Legfeljebb az idejét költi rá, de ugye az általában fordított arányba szokott lenni, tehát valakinek vagy időből, vagy pénzből van sok, és ez sajnos borzasztóan aránylik, vagy ha sok ideje van, akkor ugye nincs pénze is fordítva. És vicces módon egyébként még ilyen lezárt eszközökön, még ilyen Apple-re is vannak ilyen Python interpreterek, amivel el lehet kezdeni játszani. Tehát egyszerűen mindenhol utat tör magának ez a megközelítés. Szóval ez tök jó, viszont határai vannak, nevezetesen amit meg lehet a számítógép kész hardverével csinálni, odaig jutunk el, és ez egyébként egyre szűkebb. Tehát például mondjuk a 90-es években, ha volt egy PC-d, azon volt egy párhuzamos port, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a biteket nem így szépen sorba adja ki időben, hanem egyszerre 8 bitet 8 vonalon kiad, és ezzel gyakorlatilag mondhatnánk, hogy egy ilyen egyszerű, általános célú input-output portnak is használható volt, mert azt mondom, hogy ez a pin legyen 5 voltos, és ezt egy 1-es bit beírásával megcsinálta a gépem külön hardware nélkül. De sajnos egyrészt az ilyen hosszú port volt, meg nem tudtak megegyezni, hogy akkor mi van, ha két eszközöm is valami ezt használná. Ja, de hát az be van drótozva már 20 éve a specifikációba, hogy az milyen címen érhető el. Jöttek ilyen hekkelések, hogy akkor mi van, ha csinálunk egy olyan elosztót, amivel két eszközt is rá lehet dugni, de igazából abból legalább az egyiknek tudnia kell, hogy ilyen társbérletben lakik. Úgyhogy eljutottunk oda, hogy ma USB van a gépeken, ami szívesen beszélkedünk bárkinek róla, hogy az hogyan hekkelhető, de alapvetően sokkal messzebb áll attól, hogy valaki csak úgy pár darab dróttal és egy breadboarddal leüljön és nekiálljon vele játszani. Az egy alapvetően ipari port, amit arra találtak ki, hogy olcsón lehessen eszközöket gyártani, és ezt egyszerűen lehessen használni, nem pedig arra, hogy jól lehessen vele kísérletezni. Tehát eléggé korlátol is minket ez az egyszerű világ, mondhatjuk, hogy ez egy trade-off, de ugye ezt nem mindenki fogadja el. Úgyhogy mondjuk azt, hogy hardvert akarunk hackelni, mert ugye egy hacker az mindig keresi a határait, tehát ez benne van a vérünkben, hogy nincs, hogy itt előttem van egy akadály, és akkor hát tényleg itt van egy akadály, bocs, akkor inkább megfordulok és keresem másfele az utat, hanem akkor ugye neki megyünk annak az akadálynak, vagy mint az utóbbi 2 évben olyan hangzatos szóletre beleállunk, nem? Ez most a trendi erre. Hát jó, lehet akkor, tehát nekiállhatunk hardvert hackelni, de tipikusan ehhez akkor az kell, hogy szeretnénk valami gépen kívüli intelligenciát csinálni, ahol most nem mesterséges intelligenciára akarok gondolni, hanem valami parancsokat végrehajtó gépre. De hát akkor ez ugye tipikusan egy chipet akar, de ezt a chipet bele kéne tenni valami boardba, amit fejlesztésre kitalálnak, és ugye ennek az árazása, meg a használat és a beszerzés könnyűsége is alapvetően arra lett optimalizálva, hogy ezt majd akkor a nagy elektronikai gyártónak megveszi a fejlesztői részlege,
és a cégek tudják, hogy más cégeknek sok pénzük van, ezért mindent túláraznak, és akkor így előbb-utóbb eljutunk oda, hogy ilyet nem lehet csak úgy beszerezni. Vagy lehet, hogy csak drága. Aztán nem elég egy ilyen board, benne a csipet programozni kell, az kell egy programozó, tehát ez itt most nem egy személyre utal, hogy programozó kell, hanem kell egy programozó nevű eszköz, amivel a programot ráfuttatod. Na jó, de mi van, ha nem működik a programot? Hát akkor kell egy debugger, az is egy külön program, ugye itt az InSirkit-tel is utalok, hogy nem debugger program a probléma, hanem hogy kell valami, amivel az áramkörbe már beépített csipet tudod utólag debugolni. Ezek minden problémák, amik egy gépnél nem jönnek elő. Tehát az, hogy GDB-vel vagy IDA-val rácsattadok egy processzre, az senkinek nem akadály, vagy ha akadály, akkor elolvasol egy how-to-t, de nincsenek fizikai akadályok előtte. Logikai analizátor, nem tudom kinek mond valamit, az a jeleknek lehet az időbeli lefutását nézni, ez is olyan, hogy bele kell nézni valahogy a dologba. Ugyanez oszcilloszkópra. Mindezek eléggé drága a dolgok, már szerintem megy le az áruk az utóbbi időben. És akkor ezeket össze is kell kötni, ahol semmi semmivel nem kompatibilis, mert ugye ezzel is fel lehet verni az árakat az egekbe. Tehát itt eléggé érdekes cégek dolgoznak együtt. És végül ezeket, amilyen szoftver meghajtja a gépen, ott a világ legborzasztóbb szoftvereivel lehet találkozni. Tehát például, nem tudom, valaki emlékszik, hogy 10 éve, 2008-ban volt a Hacktivity-n egy előadásom, hogyan törjünk FPGA-val MD5-öt. Ott volt ez, hogy egy olyan szoftvercsomag, ami nekem szoftveres világból érkezőként, hogy ezt hogy tudja bárki használni, hogy föltelepíted, lassú, zárt, több száz mega, furcsa kriptikus hiba üzenetek, amiket ki kell debugolni. Tehát ez a számunkra teljesen új világ, és ez itt megengedhető. És nem tudom, DVD John mond-e valakinek valami. Te felkezdettük, tudja, ki volt DVD John? Vagy mit csinált? Ajaj. Történelmi óra következik. 95-ben megjelent az első DVD rajta a GoldenEye című filmmel, ami pláne mondhatjuk, hogy témához köthető. És ők kitalálták, hogy ez tök jó, hogy mostantól digitális adathordozón adjuk ki a filmeket, mert akkor ez sokkal jobb, mint a videokazetta, ami addig volt menő. De hát akkor basszus, erről tökéletes bit-for-bit másolatokat lehet készíteni. Ez így nem jesző, gyerekek, ki kell találni valamit. Titkosítsunk! A titkosítás mindent megold. Jó, de a kulcsot is valahogy el kéne ütetni. Hát legyen a kulcs jól őrizve, és ezzel jött igazából az igazi konzumer DRM, mert addig a DRM az nem annyira volt issue, tehát hogy nem nagyon volt tömegesen digitális adat emberek kezében és a számítógépeik elérhetőségek közelében. Úgyhogy kitalálták, hogy akkor hasonlóan, hogy ha már bejött máskor az ilyen primitív dolog, hogy ugye mondjuk a videokazetánál berakunk egy erős jelet a külső képernyőn nem látható részbe, és akkor a másoló eszköz ahhoz próbál kalibrálni, ezért egy tök sötét képet kapunk. Ezeket is meg lehetett kerülni, de a DRM-nél ugye előtt ez a probléma, hogy egy szoftvert azt még könnyebb terjeszteni, de vicces módon kijött az első DVD, és nem jött hozzá a program, amivel, vagy nem jöttek ki a hackerek a programokkal, amikkel le lehetett volna rendesen olvasni a videóanyagot egy DVD-ről. Jöttek ki a DVD lejátszók, vehetted, most appliance-nek neveznénk azt, hogy vettél egy dobozt, amiben a logika volt, föltetted a TV tetejére, 80-as évek csúcs technikájának számító SCART kábellel összekötötted a TV-vel, és nézted. De nem volt program, amivel ezt tudtad volna dekódolni. DVD John pedig egy 16 éves srác volt, aki egyszer csak előjött azzal, hogy srácok, itt van a CSS nevű algoritmus, az volt a Content Scrambling System, a DVD-knek a másolás védelme. Ő előjött azzal, hogy itt a C-kódú algoritmus, amivel ennek a titkosítását fel lehet oldani, de mikor jött elő vele? Akkor, amikor kijött az első szoftveres DVD lejátszó program. Tehát onnantól, hogy ott volt a szoftverben, disassembly, hát kit zavar az? Fogom és elolvasom A-tól Z-ig, pláne, hogyha 16 éves az ember. Tehát egy buherátor kollégám szokta mutogatni, hogy mai napig megőrizte azt, hogy egy ismert magyar ingyenes levelező programnak a session ID-jait nyomtatta ki oldalakon keresztül, és őt benne a suliban, és így nézegette, hogy mi lehet a mintázat benne, amivel ki lehetne találni a session ID-kat, amik elvileg ugye magas entrópiájú, véletlenszerűen generálható dolgok voltak. Tehát az embernek egy időben van erre. De később meg azért, mert jól megfizetik érte. És igazából ezt csak szoftverben tudta megcsinálni, tehát hardverben nem annyira ment ez. Tehát ebből is látszik, hogy
Az egy különleges hatalom, hogyha az ember neki tud esni a hardvernek, és erre ezt szoktam tipikusan példának hozni. De tegyük föl, hogy az anyagi dolgokon túlléptünk, ami az előző szlájdon volt, akkor már csak néhány dolog fog kelleni, hiszen meg vagyunk minden nehézzel, ugye? Szóval itt is érvényesül az, hogy alapvetően jó ideig ez a pálya, ez a nagy cégek más nagy cégeknek eladják a termékeket, és a nagy cég dolgozója nem picsok be, mert a cégnek ő a dolgozója is nem fordítva. Tehát például vannak olyan csipek, amikre basicben lehet kell programot írni. Tehát hogy én megértem, hogy ez 40 éve a technológia csúcsa volt, de ez nem véletlen, hogy szeretnénk kitudni az ablakon. Vagy egyébként az a rosszabb, hogy a basicnél legalább tudod, mire számíts, de akkor jön az, hogy ó, mi tudunk C-t. És aztán rájössz, hogy igen, de néhány kritikus ponton a te definíciód, vagy mondjuk az Ansinak a definíciója a C-ről nem egyezik az ő definíciójukkal, és hát igen, ebből durva dolgok jönnek. Tehát például a Microchip nevű cégnek a PIC nevű mikrokontrolleréhez járt valami olyan horribilis C implementáció, hogy szerintem olyat ember még nem látott. Vagy ha igen, akkor az nem tudott kijutni már az alagsorba, ezért nem tudta elmondani nekünk, de borzasztó. És akkor nyilván ezekhez jönnek ugyanezek a zárt fordítók, kizárólag Windows-on működik, abból is lehetőleg 98-ason, tehát hogy egyszerűen ami itt van, az borzasztó. De semmi gond, tudod programozni, vagy amikor azt mondod, hogy nekem jó lesz az assembly, csak jussunk már előrébb. És akkor jó, akkor most tanuld meg, hogy ennek a chipnek mik az érdekes kis side effectjei. Itt egy 400 oldalas adatlap. És akkor olvasod. Egyébként tök jó végigolvasni, tehát ha arra a hétre dedikált hobbid, én volt, hogy egyszer poénból végigolvastam egy AVR-nek, mondjuk főleg már az AVR-ek azok relatíve legalább egyszerűek, és akkor tök jó megtudni, hogy mi minden tud a chip, de azért ezt nem kéne mondjuk úgy bebiflázni ahhoz, hogy egyáltalán hozzá tudjunk nyúlni. Tehát, hogy mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy elindítunk egy programot, és nem olvassuk el a manuálját, nem elkezdjük cacraktetni, aztán persze, hogyha valami nem úgy működik, ahogy kéne, akkor magunkra vetünk, hogy nem olvastuk el, hogy ez le volt dokumentálva, de a lehetőség legalább meg lenne. Hát itt nincs. És akkor persze ehhez ilyen driverek, meg egyebek, nem működik, soros port kell hozzá, párhuzamos port kell hozzá, ezeknek az USB-s átalakítóikkal nem működnek, mert ugye miért tennék, szóval ez nem egy olyan jó dolog. És igazából, ha azt nézzük, ezek régen fennálltak, tehát az alaksoros példám arra próbált rámutatni, hogy mondjuk egy 70-es, 80-as évek Unix-ában azért előfordultak a hasonló borzalmak, tehát most is lehet neten ilyen emulátorokat találni, amiben kipróbálhatod, hogy úristen, ez működött ennél szarabbul is, mint most. Tehát csak, hogy ott ezeket a problémákat mind megoldottuk. Tehát én mindig érdekesnek találom, például RFID-val is ezért jó játszani, mert roppant érdekes látni, hogy a villamosmérnöki világ, az így hogy van egy ilyen konstans 20 év lemaradásban az informatikához képest. Tehát, hogy mindig ami nálunk fejlőd, ők is fejlődnek, csak ez a 20 év, ez mindig, tehát ez olyan, mint Magyarország és Ausztria GDP-je. Tehát így össze vagyunk lokkolva, és persze mindenki megy egy kicsit előre, csak a másik is jön. Tehát hogy ez egy ilyen probléma, és igazából fölmerül a kérdés, hogy miért ne lehetne ezt itt megcsinálni. Tehát, hogy mi hackerek vagyunk, ezt szeretjük megoldani. Tehát például debugger. Jó, tudunk GDB-t használni, tehát mindannyian el tudjuk indítani, de hogyha a probléma megoldható azzal is, hogy ugye ezt tracingnek szoktuk nevezni, hogy behelyezünk néhány utasítást, ami kiírja a belső állapotot, és meg vagyunk 5 perc alatt a helyet, hogy előtúrnánk, hogy a GDB-be ezen a héten hogy hívják azt a parancsot, amivel. Vagy Radare 2, nem tudom, ki használ Radare 2-t, ugye az az, ahol néha előbb-utóbb eljutsz odáig, hogy a Radare 2-t debugolod már, és nem a programot, amit éppen debugolni akartál. Tehát vigyázni kell arra, hogy átcsúszik az ember az ilyen határokon. És akkor igazából itt lépünk át a három fejezetből, amiről ma szeretnék beszélni, az elsőbe, a mikrokontrollerek világába. Itt egy Arduino, csak hogy meg ott is van egy, kettő is van egyszerre sztereóban. Ott pláne van egy, de azt csak én látom, az nem az igazi. Szóval őről annyit kell tudni, hogy ő volt az első ilyen szereplő 10 évvel ezelőtt ebben a hardware hacking világban, ahol egy villamosmérnök, aki bölcsészeknek, meg művészeknek szeretett volna elektronikát tanítani, az előbb felsorolt problémákba ő is belefutott, és azt mondta, hogy gyerekek, ez így nem állja meg a helyét, építsünk egy olyan cuccot, amihez nem kell külön programozó, debugger, developer board, lótöke,
ne legyen drága, és működjön. És igazából, tehát azt mondom persze, hogy mikrokontroller, ez mit jelent? Ez gyakorlatilag azt jelenti, amit mi leginkább a számítógép koncepciónkba beleértünk, tehát van benne egy processzor, van egy olyan tároló, amiből a programkódot futtatja, ez flash alapú, meg van RAM-ja, amiben ugye a működése közben tud tárolni valamilyen állapotot, de ez nyilván elvész, amikor kihúzzák alóla a szőnyeget, és igazából ennyi, és ugyanúgy van a külvilág felé kapcsolata, tehát például itt felsoroltam párat, az USB például azért jó, mert nem kellenek inkompatibilis kábelek, hanem basszus, USB minden gépen van, és működik. Vagy például ez az iNézetc és SPI, ezekkel pedig további hardware irányokba lehet tovább menni, és így egy ilyen hidat lehet képezni az általunk ismert számítógép, meg az elektronikai perifériák között, ami egyébként néha áthidalhatatlannak tűnik. És igazából amiért ez fontos, hogy ez tényleg olcsó. Tehát, hogy 20 dollárért már a hivatalosat kapod meg, de ha jól körülnézel a neten, akkor megkapod 8 dollár alatt a klónjait, amik pont ugyanolyan jók. És ami fontos, hogy egy csomóan nem gondolták előtt, tehát, hogy igen, lehet, hogyha csinálsz egy hivatkozó mondjuk a Gartnerre, vagy valakire, aki csinál szép tortadiagramokat, hogy hát igen, a Linuxnak meg az OSX-nek ott alul van az a pár százalékja, igen, de ha átmész a DIY-kodók meg hardverekkerek világába, hirtelen ez így megfordul, hogy igen, a Windowsnak van ott fönn az a pár százalékja, mert nem tudtak még drivert szerezni a Wi-Fi kártyájukhoz, és igen, itt fontos az, hogy egy Arduino-nak csont nélkül működik a drivere ezeken az alternatívnak számító platformokon is, és ezek szabad szoftverek, tehát emberek konkrétan tudnak bele olyan kódot kontribútálni, amitől jó is lesz, és nem az van, hogy a nagy hardware gyártó cég nagyon okosan fejleszt szoftvert, ők valójában hardware fejlesztéshez értenek, de azt hiszem, tudjátok, mint amikor vesztek egy nyomtatót, és úgy érzi a nyomtatógyártó, hogy ő tud szoftvert fejleszteni, vagy vesztek egy telefont, és a szolgáltató rátelepít néhány appot, mert ők értenek az app fejlesztéshez, nem értenek hozzá. Szóval ez ilyen. És igazából itt egy idézetet még beraktam arról, hogy az Arduino azért baromi nagy mérföldkő volt pont emiatt, és meghatározó is marad, mert ez egyszerűen köré tudott gyűlni egy olyan ökoszisztéma, amivel fönn is tudott maradni, és tudott fejlődni is. Hogy egy példát mutassak, hogy néz ki, a mikrokontrollerek, és ugye általában a hardware világában is van Hello World, ugye a szoftver világban annyit szoktunk csinálni, hogy írja ki, hogy Hello Vesző World, vagy amikor jöttek az apik, akkor legyen Twitter kliens, tehát hogy mindenhol megvan ez a, hogyan tudod demonstrálni azt, hogy tehát azért jó a Hello World is, ugye, mert bármilyen nyelven megírod, demonstrálja, hogy körülbelül hogyan kell az a minimális körítést összehozni, hogy leforduljon egy program, tudjon standard outputra írni, és kiírjon egy szöveget, hogy néznek ki a stringek, stb. Ez a hardware világon egy kicsit nehezebb, mert például nincs mire kiírni, úgyhogy itt a blinket szokták használni, ami annyit csinál, hogy egy ledet villogtat, szépen egy másodpercenként kibekapcsolja. És Arduino-ban tényleg ennyi, hogy van egy setup függvényed, ami beállított, hogy ez a pin, amire a LED kötve van, ez egy kimenet legyen, és ne bemenet, mert amúgy tudna az is lenni. Majd fogod, és 1000 millisekundumonként high-ra vagy low-ra kapcsolod, ami értelemszerűen egy bizonyos feszültségszintet jelent a valóságban. És a loop függvényed örökké fut. Tehát ez látszik, hogy egy C-coder már is elgondolkozik, hogy akkor ez valószínűleg egy mainben úgy lenne, hogy a setup van elő, aztán a loopot hívogatjuk egy függvénybe, és ezt össze lehetne vonni, de nem valójában, hogyha valaki még sose programozott, és ezt megmutatod neki, akkor is több értelme van annak, hogy van egy külön dedikált inicializáló rész, ami egyszer fut le, és utána van valami, ami még örökké futon oda, amíg be van kapcsolva, mert ugye itt fontos belegondolni, hogy nincs operációs rendszer alattad, tehát ez áramot kap, lefut az inicializáló, és amíg áramot tudsz neki adni, addig ez futni fog, és nem áll le, mert nincs oprendszer, hogy kikapcsold, és leállítsd, és tehát ez egy másik világ, de látszik, hogy itt ennyire egyszerű hozzálátni a dologhoz. De hogy egy összehasonlítást is mutassak arra, hogy máshol ez hogy működne. Tehát Arduino-n például az, hogy a soros porton elkezdjünk kommunikálni, az ennyi, hogy azt mondom, hogy serial.begin, és utána írom zárójelbe, hogy hány bit per szekundumon szeretnék kommunikálni. Nem olyan nagy dolog. Na most az AVR adatlapja ugyanerre a chipre, mert nyilván, amit itt mutattam, ebben egy AVR chip van benne, egy mikrokontroller,
Ezt lehet közvetlenül Arduino körítés nélkül is csinálni, mert az Arduino projekt az annyit adott hozzá, hogy magát a circuit boardot, tehát a nyomtatott áramkört, ami rajta van, meg a szoftvert hozzá, amit mutattam, ezt a kis egyszerű idét, amin play gombbal tudod elindítani, stoppal leállítani, tehát hogy ennél primitívebb nem lehet a dolog. Na most ott az kell, hogy akkor van ez a képlet, amiben behelyettesített, hogy hány bit per szekundumot akarsz, mekkora az oszcillátor órája, itt már többen visszakérdeznek, miért mekkora. Hát igen, gondolkozni kell rajta. Majd ezt kiszámolod, de az a probléma, hogy ez egy 8 bites mikrokontroller, úgyhogy a regiszterek is 8 bitesek, tehát neki kell állnod szétszedni két 8 bites értékre, ezt beírni bizonyos regiszterekbe, majd ezeket az obskúrus flegeket szintén beállítgatni. Nem tudom, kinek melyik tűnik az olvashatóbbnak és intuitívabbnak. Nyilvánvalóan, hogy a villamosmérnökök számára az alsó lesz a válasz. Egyértelmű, hogy az USB-S0 és a TXN0 a fontos, mert ha az UCSZ00 az egyértelműen triviális. És ugye, mivel épült egy ilyen ökoszisztéma köré, ezért meg tudott egy olyan momentumot szerezni magának, hogy bár az Arduino nem kifejezetten tökéletes. Egyszerűen az, hogy van az alján meg a tetején egy adag ilyen kis fekete csatlakozósor. Itt ezeken tud ő a külvilággal beszélgetni, ugye itt feliratozva is van, hogy digitális, és 0-tól 13-ig megszámozva, itt alul vannak az analóg bemenetei. Tehát erre tudsz már építeni bordokat, amik közvetlenül belemennek, és itt ez az idézet felhoz néhány példát, hogy a PC-kkel ugye az, hogy az alaplapon standardizáltak voltak a bővítőkártyák rajzatai, vagy az iPodnak ugye az alján az a szélesebbik fajta csatlakozó, az tudott az Arduino shieldje is tudott egy olyan világot köríteni maga köré, ahol emberek tudták, hogy ez egy standard, amire lehet építeni, tehát érdemes gyártani köré dolgokat, és ma már gyakorlatilag, ha te neki akarsz állni valamit bütykölni, jó eséllyel van rá egy kés shield, amit egyszerűen rácsúsztatsz a tetejére, tehát itt látszik például ezen a kép, hogy ott van alul maga az eredeti Arduino, és ez csak így rá van tolva a tetejére, és mondhatod, hogy én rá akarom kötni egy számítógépes hálózatra, akkor egy Ethernet shieldet rárakok. Rá akarom kötni mondjuk egy SD kártyát, meg hangot lejátszani, akkor rakok rá egy ilyet, és az SD kártyáról a WAV fájlokat lejátsza közvetlenül. Tehát írtó jól meg lehet ezzel bármilyen hardware hackerös projektet csinálni, csak azért, mert még ha nem is tökéletes ez a formfaktor, egyszerűen ez egy standard, amire lehet építeni. És igazából ez itt zárnám le a mikrokontrolleres résznek a végét, tehát ez az, amivel egyáltalán ilyen mondjuk belépő szinten össze lehet kötni a hardveres és a szoftveres világot, viszont ugye mégiscsak megvan az a limitáció, hogy ez a mikrokontroller ezen, mint mondtam, ugye nincs operációs rendszer, tehát mégiscsak eléggé szűkek az absztrakciós lehetőségek, nincs fájrendszer, ugye picik a korlátok, de itt jön be a puzzle-nek a másik része a háromból, mert nem tudom, hogy kinek vannak szép emlékei erről az eszközről, szenzációs. Ugye a Linksys VRT 54G-je, vagy néhányan mindjárt kijavítanak, hogy GL, igen, a következő szlájdnak lesz a témája. Szóval van, aki csak úgy nézett erre a dobozra, hogy mondjuk a 2000-es évek eleje, első felében jöttek be ugye ezek a routerek Magyarországra, mert hogy meg kéne már osztani azt a jó kis netet otthon. Már jöttek a wifi kártyák is, de ugye akkoriban még Windows XP nem terjedt annyira gyorsan, mint azt utólag gondolnánk, hogy úristen, hogy tudott ilyen soká elterjedni. Tehát ugye amíg nem volt zero config, addig nem volt olyan triviális wifi-t konfigolni. És van, aki erre úgy tekintett, mint egy céleszköz. Viszont ugye a GPL, ez a Linux kernel által is használt szabad szoftveres licensz, előírja, hogy ha te módosítod a szoftvert, majd ezt odaadod másnak, akár ingyen, akár eladod, akkor neked adni kell hozzá a módosult forráskódot is, azért, mert ugye a GPL nem a programozó szabadságát, hanem a kód szabadságát, ezáltal a felhasználó szabadságát védi, hogy őnek is rendelkezésre álljon a szoftver szabadságnak a négy pillére, hogy tanulmányozhassa a kódot, módosíthassa a kódot, ezt a módosításait el is adhassa adott esetben, tehát ez
Emiatt kiderült, hogy ezen Linux fut, és utána néhányan el is kezdték ledámpolni róla a firmware-t, és kiderült, hogy alapvetően egész sok hely van rajta, mert ugye a Linux az azért úgy tud terpeszkedni néha, főleg, hogyha sok modult beleraknak. Ez most nem Windowshoz képest, hanem ahhoz képest egész pici, hanem mondjuk egy ilyen kifejezetten célbeágyazott operációs rendszerhez képest, mint például a későbbi VRT 54 gigben előkerülő, azt hiszem ott QNX vagy VXWorks került rá, tehát ilyen még kisebb dolgok. És ez a MIPS processzor ugye egy eléggé barátságos dolog volt, GCC támogatta, volt rajta 5 Ethernet port, amiket mind külön hálókártyának is lehetett konfigurálni, volt benne Wi-Fi, és egészen sokféle tápot elfogadott, tehát adtak hozzá egy 12 voltos adaptert, de én például 5 voltról is egész jól futtattam. Igen, azról szintén jól lehetett, tehát ez annyira csodálatos hacker játszótér volt akkoriban, amikor még nem voltak itt ilyen úri huncutságok. Ugye az SBC-nek neveztem el ezt a részt, ez a Single Board Computer, mert itt gyakorlatilag kaptál egy kis számítógépet, amiben nincs Winchester, hanem flashről dolgozik, tehát mondjuk úgy, hogy sokkal kevésbé van problémád azzal, hogy beledobod egy projektbe, hogy kell, van egy projektem, amiben kellene nekem egy Ethernet kapcsolat. És mondjuk azt mondom, hogy az Arduino-nak már nem elégek a lehetőségek, jó, dobjunk bele egy ilyet, sokkal olcsóbb, mint egy számítógép, megbízhatóbb, és ugye van néhány jó tulajdonsága, például ugye közvetlenül egy akkumulátorral is meg tudom táplálni. És akkor itt jött be az OpenVRT nevű projekt, aki azt mondta, hogy csináljunk akkor egy direkt, mert eredetileg ugye úgy indult, hogy kiadták a GPLS forrásokat, tehát tudtál magadnak egy saját device image-et csinálni, de ez azért nem olyan kényelmes, meg nem annyira hozzáférhető, úgyhogy kitaláltál egy csapat, hogy csináljunk akkor OpenVRT néven egy olyan Linux disztribúciót, ami kifejezetten ezekre a Linksys VRT 54i eszközökre megy rá. Ma már ott tartunk, hogy ez a több mint 10 éves projekt, nem tudom hány eszközt támogat, szerintem legalább 2, de 5, vagy 3 számjegyű a számuk, és már nem csak VRT-kre mennek rá, és innentől szabadabbá vált az út, mert annyi a telepítés, hogy rámész a firmware update menüpontra, és nem a Linksys honlapjáról letöltött bin fájlt rakott be, hanem az OpenVRT projekt által publikált fájlokat, hasonlóan ahhoz ugye Linux distrót is kevesen építenek nulláról, hanem fogják, letöltik az ISO-t a Debian orgról, és föltelepítik. És akkor itt kiderült, hogy na hát, van néhány ki nem használt pin a ledek mellett, amire SD kártyát lehet illeszteni, már is tudod növelni a beépített kapacitást, mert ugye USB továbbra sincs rajta, ez ugye egy elég csúnya kimaradás. Kiderült, hogy van rajta két soros port is, amivel lehet jó dolgokat csinálni, úgyhogy például voltak, akik felfedezték, hogy basszus, akkor kössünk egy SD kártyát, a soros portra kössünk rá egy soros GPS-t, és már is kész a tökéletes word driving eszköz, amit beraksz az autóba, GPS-szel rögzíti, hogy hol jár, a Wi-Fi kártyájával rögzíti, hogy milyen access pointokat lát, és ezt szépen írja az SD kártyára, miközben autózgatsz körbe-körbe. Ugye ez is egy olyan dolog, ami a mobilnetnek sajnos az elterjedésével kicsit eltűnt ez a kultúra, de ez egy időben nagyon is jól ment. És ez annyira nagy dolog lett, hogy a Linksys is észrevette, hogy amikor a 4-es verzió után váltottak VXWorks-re, akkor azt mondták, hogy igen, ebben viszont mivel a VXWorks-re elfér kisebb helyen, ezért nem rakunk akkor a flash-t, hiszen nyilván ők is szeretnek spórolni. Úgyhogy arra még ugyan szintén rá lehetett rakni a Linuxot, mert nem gátolták, csak annyira kevés volt a hely neki, hogy mondjuk elég kevés túlfért el mellette. Úgyhogy végül kiadták a VRT54GL-t, mint Linux, arra, hogy a hobbistáknak továbbra is legyen a régi termékvonal, mert akkora kereslet volt rá akkoriban. Tehát ez is egy tipikus jó példa arra, hogy miket el nem lehet érni. És hát akkor a Raspberry Pi az már ennek lett a tovább gondolás, ez most már gyakorlatilag része a popkultúrának, hogy van ilyen. És hogy én mit meg nem adtam volna a VRT-s időkben azért, hogy legyen rajta valamilyen videókimenet, ugye itt van rajta HDMI, meg kompozit, illetve van rajta USB, tehát az elképzelhetetlen volt. Ugyanis ugye innentől már bármit rá tudsz kötni, ráadásul ennek is itt van egy csomó olyan pinje, amit gyakorlatilag bármire tudsz használni, tehát példának kedvéért
Én csináltam egy olyat, ami egy rádiót tud vezérelni a pinjein keresztül adásra kapcsolva, és akkor ilyen kis elhelyezhető kamera, ami leadja néha kamerán azt a képet, amit lát. Tehát eléggé kis felbontásban, hogyha egy megfigyelése nem annyira alkalmas, ezt inkább proof of conceptnek csináltuk, hogy igen, lehet egy olyan autonóm eszközt építeni, ahol a Raspberry Pi egyszerre látja a kameravezérlés funkciót, és a rádiót is simán tudja. Tehát ez a párhuzamos port tovább élése, hogy itt ezeken a tüskéken át bármit tudsz csinálni, és ezen már hasonló a VRT-hez egy rendes Linux fut, rendes file rendszerrel, tehát amit meg tudsz írni és prototipizálni a notebookodon, azt egyszerűen átmásolod, és működni fog ezen is, mert ugyanaz a Linux OS van alatta. Persze a kombinálás nem akadályozza meg semmit, tehát például a Hackerspace-ben nekem volt több projektem is, ahol egy OpenVRT-t egy Arduino-val kombináltam, mert az Arduino jól tud hardverekkel interfészelni, és mondjuk mindkettőnek van soros portja, azon át összekötjük, és akkor az OpenVRT megintézi azt, amihez már kell egy Linux, mondjuk ugye egy TLS készfogás, az már Arduino-nak kicsit nehéz, mert ha van 1 kilobajt RAM-od, abba ugye egy Ethernet frame-ed sem fér el, tehát hogy kezdenek problémáid lenni. Tehát így jól meg lehet osztani a dolgokat. Úgyhogy a Raspberry Pi egy eléggé durva előrelépés volt, és hogy a hackerek mire tudnak jutni, ha hardvert adsz a kezükbe. Kiderült, hogy valaki elkezdett kísérletezni a Raspberry Pi-nak az egyik olyan pinjével, ami egy órajel generátorra van kötve, és kiderült, hogy basszus, ha erre én teszek egy 10 centis drótot, akkor ez rádióadóként tud működni. És gyakorlatilag rögtön azonnal jöttek is elő néhányan, hogy akkor azzal azért figyelni kéne, mert kicsit zajos, mert nem arra találták ki, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, illetve más országokban a erre jelölt társszervezetek nem nagyon szeretik, ha az ember másokat is zavar, tehát a kijelölt sávján kívül ad, de példának kedvéért nálunk jelentkezett a Spaceben egy srác, aki fejleszt ilyen eszközöket, Dóci Zoli, és ő egy olyan shieldet fejlesztett nekünk Raspberry Pi-ra, illetve nem nekünk fejlesztette, csak mi is kaptunk belőle egy példányt, ami ezt a kis rádiós pint egy picit letisztítja, tehát egy szűrőt rak rá, meg erősíti, és ezzel olyan 100 milliwatt adó teljesítményt tudott kihozni, hogy ezt a kontextusba helyezzem, mondjuk itt lenne a Kossuth adót, azt 2 megawatttal adják, ezzel egyébként a világ legnagyobb teljesítményű rádióadója üzemel itt Magyarországon, mert mint ilyen mondjuk úgy publikus rádióadója. Például egy tipikus wifi kártya ad 100 milliwatttal. Ennek ellenére itt látható, hogy a Hackerspace-be kifeszítettünk 10 méter kábelt, azt antennaként ráraktuk erre a 100 milliwattra, és jöttek vissza, hát nem tudom mennyire látszik onnan, de volt 1450 kilométerről is visszajelzés, hogy vették a jelét. Tehát lehet érdekeseket kísérletezni Raspberry Pi-jal, még akkor is, ha nem erre találták ki, hogy rádiódó legyen belőle. Tehát azóta volt, aki például mondjuk zenei FM adót csinált belőle úgy, hogy közben még az RDS sávban tudod a kis szöveget is kiadni az olyan rádiókra, amik megjelenítik. Tehát itt elég végtelen a lehetőség. És itt mennék át a harmadik részre, a rádiós dologra. A Hackerspace-ben van egy saját rádióklubunk, aminek H5KBP a hívójele, és itt játszunk mindenféle hülyeséggel, itt például a képen épp az látható, amikor kipróbáltuk azt, hát ugye a hackerek szeretik a függetlenséget, úgyhogy rádiós körökben ez rendszeres dolog, hogy ilyen field day-t tartanak, hogy kipróbáljuk, hogy oké, hogy a rádió az arról szól, hogy bármilyen infrastruktúrától függetlenül tudsz kommunikálni másoktól, tehát nem kell nekem kibaszott mobil hálózat ahhoz, hogy tudjak kommunikálni a világ túlsó pontjával, de ugye egy field day arról szól, hogy jó, de ez bizonyítsd is be, mert oké, hogy otthon a tápegységre kötött rádióddal jól el vagy, de bármikor ki tudsz-e vonulni a semmi közepére, úgyhogy az áramforrást is ott kell valahogyan megoldanod, tehát mi például itt generátort és akkumulátorokat használtunk, meg az antennát is akkor állított föl rögtön, és akkor itt például épp egy ilyen magas lesszerű építmény aljában voltunk, mert egyébként szakadt egész nap az eső, de ha kitaláltuk, hogy mi kimegyünk ki csinálni, akkor az esik az eső, ezt ki tud visszatartani. És a kicsit ebből a Raspberry Pi-os rádiós irányból leszármaztatva, a rádiók körében is az volt, hogy mondjuk egy 20 évvel ezelőttig mindenhol a klasszikus szemlélet uralkodott, hogy egy rádió az úgy működik, hogy ez egy célhardver, doboz, aki érti a doboz belső működését, az a guru,
De a doboz, a szent doboz, azt meg kell tanulni, hogy kell használni, és abban is ez a hasonló lassú fejlesztési ütem volt, hogy akkor ott úgy dolgozgatunk a dobozban, aztán kipróbáljuk, hogy működik, kinek milyen felszereltsége van ahhoz, hogy doboz. Például ezért volt az, hogy ott sokkal erősebb volt a klubhatás, tehát rádiomatőr klubok már Magyarországon a 20. század elején is működtek, mert egyszerűen csak kollektívában volt pénzük az embereknek arra, hogy megvegyék a szükséges mérőberendezéseket. És akkor erre ment rá a szoftver definiált rádió, vagy röviden SDR, azzal, hogy csináljuk meg azt, hogy igazából, amint ugye az antenna az mindenképp közös egy bármilyen megközelítési rádióban, de mindjárt az antenna után lehetőleg minél kevesebb hardware és az is lehetőleg legyen vezérelhető, alakítsuk át egy analóg-digitális konverterrel, egyesekkel és nullákkal jelet, és utána dolgozzuk fel számítógéppel, mert ott már tudjuk, hogy ismét a mi szabályaink szerint játsszuk, bármilyen szoftvert meg tudunk írni, azt a szoftvert másodpercek alatt át tudjuk írni, és ez egész szerencsésen ért össze az utóbbi 10 évben, hogy most már a desktop gépek teljesítménye is abszolút ott van, hogy valós időben van esélyünk feldolgozni ezeket a jeleket. És ugye, ha tudunk adni is, akkor ugyanez visszafele is megvan, tehát, hogy minél későbbi stációig legyenek egyeseink és nulláink, aztán azt alakítsuk digitális vonalalóggá, és utána azt adja ki az antenna. És persze ez olyan, mint a 3D nyomtatás, tehát itt eléggé összefutnak a szálak, hogy ez se új technológia, úgymond, de az, hogy hobbisták számára elérhető áron, és elérhető szoftverekkel és elérhető eszközökkel, közösséggel működik, ez egy relatíve új dolog, és innentől, hogy ezzel a résszel bárki neki állat kontribútolni, és én átküldök valakinek a világ másik végére egy Python scriptet, és ez ugyanúgy fogja a rádiót vezérelni, versus átküldök egy kapcsolási rajzot, amit ő vagy úgy épít meg, vagy nem, és egyéb apró különbségek, ez azért nem semmi, és akkor ismét a hackerek világába jövünk vissza, nem tudom, az RTL-SDR kinek mond valamit, kezeket föl. Nagyon jó, örülök, amikor tudok olyanról mesélni, ami legalább újdonság. Kicsit iszom, és elgondolkozom az RTL-SDR-en. Szóval azért RTL, talán ezt azok tudják, akik ilyen hardware drivereket kergettek már Linuxon, Windowson, hogy az RTL az a Realtek-nek a rövidítése. Adtak ki ilyen DVB-T vevőket. És hasonlóan ahhoz, hogy az okostelefonok óta az színes érintőkijelző ára az így leesett a századára, ez is egy tömegtermelt dolog, ugye mivel az egész világ áll át a digitális sugárzású televízióra, ezért elkezdték tömeggyártani ezeket az eszközöket, amikkel DVB-T dolgot lehet venni, tehát van rajta egy antenna bemenet, némi jelfeldolgozás, és utána a gépbe USB-n megy be a digitális tévéadás, és akkor tudom számítógépről is nézni a tévét, ami nem tudom, hogy miért jó, de a jelek szerint ez egy igény. És egy hacker nekiállt mókolni Linuxos drivert ehhez az eszközhöz, és így nézegette. Ugye, ha USB-hez hákolunk drivereket, én például a Space-be az egyik oszcilloszkóphoz csináltam Linuxos drivert, mert azt írta a doboz, hogy volt Windows 2000-re, meg XP-re is driver a dobozban, ez volt a multiplatformnak a definíciója. És akkor mondtam, hogy ezt nem kéne, és akkor kiderült amúgy, hogy még jobb lett a driver, mint az eredeti, mert az eredeti betartotta azt, hogy a scope az többféle verzióban is volt kapható, színes kijelzős, nekünk a fekete-fehér volt, és kiderült, hogy a firmware az ugyanaz volt mindegyikben. Úgyhogy amikor screenshotot kértél, akkor ő leadta a színes screenshotot, majd a szoftver a gépeden megnézte, hogy neked az olcsószkópod van, akkor visszabutítom, hogy ugyanazt lásd, mint a képernyőm. Az én driverem meg meghagyta eredeti színesben, úgyhogy végül még nyertünk is, de egy ilyen projektnél általában azt nézegetett, hogy akkor fú, az eredeti driverem milyen csomagok mennek, mi van, ha azt megfázoljuk egy kicsit, hogy tényleg megértsük, hogy hogy működik a dolog. Például ha valaki USB fázolni szeretne, akkor tudom javasolni, a Face Dancer projektre keressen rá, ami arról szól, hogy mi van, hogyha egy USB eszköz és a gép közé beállunk és elkezdjük fázolni, mert ugye milyen jó, hogy az USB driverek mind kernel térben vannak. Igen, Tannenbaum bácsi sír éppen otthon az ágyában, hogy miért nem hallgat rá senki 20 éve. Tudom, ott a Minix-e minden Intel CPU-ba, szóval annyira nem sír. De tehát az RTL-SDR driver-e fejlesztésekor is ezt nézegették, hogy kommunikál, mit lehetne ebből tanulni,
és ezt csak találtak egy tesztmód nevű ilyen állapotot benne, és kiderült, hogy ebben a bizonyos tesztmódban ő azt csinálja, amit az előzőn mutattam, hogy fogja, rákapcsol egy analóg digitális konvertert, és csak küldi egy egyszerű csőként az USB csatornán keresztül, hogy ő mit hall. És ebben ez volt a durva, hogy gyakorlatilag egy 5 dollárért kapható eszköz át lehet alakítani, kvázi átalakítani, tehát csak szoftveres úton el lehet érni, hogy ő két megasample per szekundummal dolgozzon, ez gyakorlatban leginkább azt jelenti, hogy 2 megahertznyi szélességben tudod venni a teljes rádióspektrumot, és ez a 8 bit hiperQ ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag egy ilyen vektorként 8 biten visszaadja neked, hogy épp mit lát, és ebből ad neked 2 milliót másodpercenként, és ez már tök jó arra, hogy az ember ne kelljen reverse-olni mindenféle rádiós rendszereket, főleg úgy, hogy le lehet hangolni 24 MHz-ig, ha építesz egy kis hardveres modot, tehát az az abszolút alja, de föl lehet hangolni 1700-ig is. Tehát ezzel például GSM kutatás abszolút lehetővé válik, ugye a 900 MHz-es része legalábbis. De hát ugye innentől bébiőrök, DAC telefonok, én 430, igen, tehát 433 MHz-es garázsnyitók, meg időjárás állomásokra. Igen, tehát innentől ilyenekkel egészen jól lehet játszani, úgyhogy ilyet, ha valaki akar játszani, akkor azt mondja, hogy ilyet vegyen, mert ha más nem, 5 dollárért megtudja, hogy ez mégsem érdekli, és felkerült a porcra egy új játék, mint hogy többet költsön rá. És akkor itt jön be a Retzler Andris nevű jóbarátomnak egy zseniális projektje, aki kitalálta, hogy a Raspberry Pi-ban van egy rejtett rádióadó. Az RTL SDR-rel lehet venni. Ez a két eszköz mindkettő olcsó. A Raspberry Pi-on van USB ajzat. Mi lenne, ha ezeket összekötnénk, és csinált egy olyan GUI-t, amivel gyakorlatilag egy rádiomatőr adóvevővé alakítható egy Raspberry Pi és egy RTL SDR, hiszen adásra az egyik, vételre a másik alkalmas, és itt van GitHub-on fönn a kód, tehát bárki leszedi a kódot, összerakja ezeket az eszközöket, és működik. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy ha hagyod, hogy az emberek gondolkozzanak, és azt nekik egy csomó érdekes eszközt, akkor olyanokat hoznak ki, amire soha nem gondolnál egyébként. És hát ami a kevés hardveres, sikeres Kickstarter egyike, a HackRF van, amiben legalább mondhatom, hogy sikeres Kickstartert is fandoltam. Tehát ő azt találta ki, Michael Osman, aki egyébként is zseniális fickó, ő SDR-ekben, ha olvassátok a blogot, elég jókat tud alkotni. Ő csinált először, jó, mondjuk eleve azért is indult sikeres úton, mert ő neki volt egy működő prototípusa, amikor kihirdette ezt a crowdfunding kampányt, hogy legyen ez 2 helyett 20, tehát gyakorlatilag 20 MHz-et tudsz egyszerre belátni, és adást is tudjon. Amiben ugye az a vicces, hogy innentől ez az eszköz abóvó illegális, mert gyakorlatilag ugye, ha csak nem vagy rádióamatőr, akkor a törvény azt mondja, hogy csak olyan eszközt használhatsz, amit bevizsgált a hatóság arra nézve, hogy csak olyan rádióhullámot adhat ki, amire engedélye van, de mivel ez bármit ki tud adni, ezért gyakorlatilag illegális, ha csak nincs egy rádióamatőr engedélye, ezért jó hack belejönni, mert ott van egy közösségi, ez a H5KBP, amiért mondjuk engem vesznek elő, mert én vagyok beírva, mint aki a segét tartja, érte, de nem baj, ti szerettek engem, ugye? Tehát, hogy nem fognak semmi csúnyát csinálni. És az a kemény, hogy ő ezért kért 80 ezer dollárt, és összekalapoztak több mint 600 ezeret. Tehát ebből is látszott, hogy ez gyakorlatilag durranás előtt állt ez az SDR-es világ. Hatalmas siker lett, ennek ellenére tudta teljesíteni. És amikor arra gondolsz, hogy jó, lehetne ez még ennél jobb? És került, hogy lehet. Kimentünk a CC Camp 2015-re, és így a helyszínen derült ki, hogy hát ezt a kis badge-et fogják odaadni, ami gyakorlatilag egy komplet HackRF, ja, úgyhogy ez gyakorlatilag többet ér az eszköz, mint a belépő díj, de németek, tehát hogy... És ebből úgy 4000-et megcsináltak az résztvevőknek. Mi is részt vettünk abban, hogy napokon át ment körbe egy ilyen összeszerelő sor, hogy németek azok tudják, hogy kell hatékonyan dolgozni,
Így meneteltünk körbe, itt elveszek egy alkatrészt, még egyet, még egyet, még egyet, és akkor a végére szépen egy csomagba összerakom, leteszem, indul előről, és így embereket vártak, hogy gyere egy órát sétálj körbe, itt légy szíves, és már is meg volt 4000 ilyen összecsomagolva. És zseniális, mert még ráraktak egy kijelzőt, egy olyan jackajzatot, ami ugye a mobilokban is van, hogy van rajta egy negyedik pén a mikrofonnak, egy színes Nokia kijelző, meg egy joystick is, és a hátán van egy lítium-ion akku, így gyakorlatilag amellett, hogy teljesen HackerF kompatibilis, tehát ha rádugsz itt az USB-jén egy számítógépet, akkor HackerF összes library-ével kompatibilisen tudod használni, és pont ugyanazokat, mint tudja. És minden mellett tud számítógéptől független üzemelni, itt például épp egy HSBP logót jelenít meg színesben. Tehát ez a legnagyobb durvulás, és ugye itt az a szép, hogy azon a CC-kempen, aki nem ismerné, gyakorlatilag összejött 4-5 ezer hacker a világ minden pontjáról, odaadtak mindegyiknek egy ilyet, és most hazavitték, úgyhogy valaki esetleg örkénynek ismeri a novelláit, abban van az, amelyikben viszik a mérgezett pogácsát, és akkor az a vége, hogy és most viszi. Tehát, hogy lehet, hogy fogunk még a következő évben érdekes dolgokat találni. Itt feliratozták is, hogy miket lehet vele menni. DECT, GSM, Iridium, GPS, ADSB, Tetra, Dark. Igen. Tehát ezzel már lehet rendesen kutatni, egyébként a németek azért is fejlesztették maguknak, mert a müncheni CCC végezte a nagy részét a dolognak, velük különösen jó a kapcsolatunk, és ők az Iridium hackerésben eléggé benne vannak, és nekik azt kellett, hogy működjön az Iridiummal, ha azzal működik, akkor már tökéletes. Tehát elég érdekes eszközt hoztak össze. És hogy ismét visszaugorjak Retzler úrra, ő még azt is megcsinálta, hogy ha már vannak SDR-ek a világon, akkor miért ne csináljunk egy olyan weboldalt, tehát mert mikor kijöttek a szélessávú SDR-ek, akkor egy csomó ember indított olyan weboldalt, hogy akkor itt lehet egy úgynevezett WebSDR-en keresztül rádiót hallgatni. Nyilván ugye csak annak a helynek a vételi tulajdonságait tudod élvezni, ahol a szerver telepítve van, de ott gyakorlatilag ezen az úgynevezett waterfallon tudtál beállítani, hogy melyik sávon akarod hallgatni, mi szerint demodulálja, és akkor ezzel lehet mondjuk number station-okat keresni, meg egyéb érdekes dolgokat. És ő meg azt mondta, hogy basszus, ezek mind zártak, proprietary-k, némelyik Java-t igényelt, némelyik Flash-t, borzasztó, és azt mondta, hogy írok egyet szabad szoftverként, és kivaszom GitHub-ra. És azóta az lett, hogy az sdr.hu-n össze van gyűjtve egy csomó ilyen instance, mert ugye innentől bárki telepíthette ezeket, és lehet keresgélni, hogy mondjuk én most meg akarom nézni, hogy egy magyar rádió mit hall ezen a frekvencián, és ez amúgy később a rádiomatőröknek is tök jó segítséget, hogy bármikor kérhetek egy távoli rádiót, hogy ott hogy hallod azt, amit én így hallok, és egyebek. Lehet vele például érdekes adókat megpróbálni háromszögelésen megkeresni. Szóval ez egy tök jó projekt, ami szerintem megérdemli az említés, és ő is ismét nagy részt olyan dolgokat legózott össze, amik már ott vártak arra, hogy valaki meglássa, hogy hogyan lehet ebből valami jó dolgot építeni. És igazából a kötött része az számomra ennyi lett volna a dolognak, és arra szeretnélek kérni titeket, hogy ha érdekel az, amivel a Hackerspace foglalkozik, akkor gyertek le mondjuk a következő Open Night-on, ami ezek szerint 11, és egyébként meg nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Fontos, ám de nem elfelejtendő. Bármin. Ja. Ó, ezt én kitűzöm nektek challenge-nek. De tényleg. Igen, tehát igazából az a kemény, hogy amikor még az előző helyen volt a space, és ott nehezebben lehetett bejutni, mert egy emeleten volt, és akkor bejutsz a társasházba, és ott föl tudsz jönni. És amikor arra jutottunk, hogy a pizzafutár föltalált, és az ajtón kopogtatott, mondtuk, hogy ha pizzafutár be tud jönni, akkor tagoknak se kell legyen. Tehát ez a meg tudod-e ugrani egy pizzafutár szintjét típusú kérdéssel, Reduka. Igen, meg motiváltak a borra valóval, de ilyen ez. Egyébként Bástya utca 12 a Calvin térnél vagyunk. Szóval, van egy ilyen csodálatos kit, amelyet nem tudom, mit mondjak róla. Nagyon fasz. Arduino starter kit. Igen, tehát egy ilyenhez, gyerekek, tök jó ahhoz, hogy elkezdjetek játszani, sőt, ha lejöttök a Space-be, még kiegészíthetitek még érdekesebb dolgokkal.
És egy kérdést fogok feltenni nektek érte, és a szabályokat azt hiszem az elején is közöltük, tehát hogy lehetőleg a pontos választ adjatok hangosan és gyorsan. Ebből kettőt kell választani, így szokott lenni. Gyorsan, jót, és minőségit, és olcsón. Jó, szóval a kérdésem az az, hogy hardveres környezetben hogy hívjuk a Hello World programot? Én ott hallottam, de ha te is, akkor háromszög álltuk a jelet. Úgyhogy nagy szeretettel gratulálok hozzá. Kérdések? Vagy nem tudom, hogy szoktátok? Én mondanék egy ilyen jó. Aranyos saját, hagyjuk is működik, hogyha fületben van. Szenzációs. Szóval, hogy én pont egy ilyen hackerefet vettem magamnak karácsonyra, és kiváló ötlet volt. És az volt, ami nagyon vicces, hogy nekem kinyílt egy teljesen új világ ezzel a hackereffel, ugyanis rájöttem, hogy a Ferihegyi légirányítókkal nem csak hallgatni, hanem vissza is lehet szólni, nem szóltam vissza nekik. Arra ugranak egyébként. Igen, azt mondták, hogy az arra nagyon, tehát az folyamatosan monitorozott, nem is ez a lényeg, hanem hogy a garázsnyitók, amik ugye 433,90 Hz működnek, azokat pofon egyszerűen végig lehet próbálgatni. Van egy GitHub-on egy ilyen kis script, ami gyakorlatilag egy ilyen 10 bites számot végig próbálgat. És tudod, villamosmérnökök és kriptográfia. Májfer klasszik. Na és én ezt karácsony este megmutattam a barátom fatárjának, akinek négy különböző garázsnyitója volt, egy a kaput nyitja, egy a garázst, egy a biztonsági rácsot, egy. És láttam az arcán, amikor így minden jött fel, hogy ez nem volt annyira szerencsés, de és akkor boldog karácsony kíván, váltattam neki az üveg azt, hogy akkor István, akkor boldog karácsony. Bizony. Úgyhogy ha akartok sokat rólkodni emberekkel, akik rettegnek, kiváló lehetőség. Ja, a fotó, igen. A fotó ugye, amit kiraktunk a... Szállítsuk ezt a tartalékát. Jó. Ajaj, mit fogsz mondani? Kezdek félni.